Tavaly sikeres volt a Sugárúti Fesztivál, május 27-én jön a folytatás. A Napi Egyenlőség ünnepét színes programokkal ünnepelték. Így festünk mi címmel nyílt festménykiállítás az MMK-ban. Tisztújító közülést tartott a Dunai Városi Labdarúgó Szövetség, továbbra is Kolácska András az elnök és Petrás Gábor is főtitkárként folytathatja. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Tavaly nyáron hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Kortárs Művészeti Intézet Dunajváros önkormányzatának támogatásával az első Sugárúti Fesztivált, amely egy nagyon színes, kulturális seregszemle volt, a múlt és a jelen találkozása, koncertek, előadások, kiállítások kavalkádjában. A tavalyi sikerek után nem is volt kérdés a folytatás. Már zajlanak az előkészületek, és május 27-én startol a második Sugárúti Fesztivál. Talán sokakban a beöltözős felvonulás maradt meg a tavalyi Sugárúti Fesztivál legemlékezetesebb pillanataiból, pedig volt mellette jócskán sok-sok más érdekesség, előadások, vetítések, gyerekjátékok, kiállítások, koncertek, és az idén is valami nagyon hasonlót álmodtak meg a szervezők, akik már gőzerővel készülnek a folytatásra. A legfontosabb információ, hogy a második Sugárúti Fesztivál május 27-én lesz. Addig pedig gőzerővel készülnek a szervező. Hétfőn délelőtt a KMI-ben volt egyeztetés a feladatokról. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis közösségi program. Éppen ezért már most hívunk mindenkit május 27-ére. Itt olyan szervezetekre is gondolunk, akik egyébként más területen tevékenykednek, hiszen nagyon sok sportszervezetünk van. Itt vannak például a jégkorongozók, akik az 50 éves évfordulójukat ünneplik idén. Azt gondolom, hogy milyen jól mutatna, hogy akár az első bajnokcsapatból páran felvonulnának itt a régi mezekben, de nyilván a mostaniakat is nagyon szívesen várjuk, nagyon szívesen látjuk a vízilabda csapatunkat, nagyon szívesen várjuk minden olyan közösséget, akik azt gondolják, hogy kicsit meg tudnák magukat mi mutatni pluszban a saját köreiken kívül. Én tényleg nem a május 1-ben kell itt gondolkozni, nem csak a régi dolgokban, hanem pont azon a jó értelembe vett történéseken, amik megmutatták azt a fajta közösségi életet. A cél továbbra is az, hogy egy hagyományteremtő program igazából gyökeret verve, évről évre visszajáró program lenne. A város sokszínű hagyománykincsét, értékeit, közösségeit ünneplő fesztivál, amelynek célja nem csak a múltidézés, hanem a helyi közösségek, a társasági élet aktivizálása. Mindezek mellett lehetőséget szeretnének nyújtani a kreatív és a szórakoztató, közösségépítő munkára is, a színvonalas élményszerzésre is. Ilyen jellegű program nem volt még a városban, ugyanis ez egy úgynevezett részvételi projekt. Nem fölülről mondjuk meg, hogy mi legyen, hanem alulról, a városlakóktól kérdeztük meg, hogy mit szeretnétek ti csinálni, milyen programokba vennétek szívesen részt, és milyen feladatokat vállalnátok. És annyira jól sikerült, egy olyan jó kis csapat jött össze, hogy nyilvánvalóan erre idén támaszkodni fogunk, de ugyanúgy kérjük a további programajánlatokat is a városlakóktól. A sok-sok tervezett program között lesz majd sok gyerekfoglalkozás, lesz majd koncert, kirakodóvásár, kitelepül majd a könyvtár, a jószolgálati otthon, az óvodai ágazat is jelezte a részvételét, és persze lesz felvonulás, vagy beöltöző séta is. Idén ezt egy kicsit kitágítjuk, délelőtre tesszük, és a régi május 1-jéig kavalkádját megidézve szeretnénk bemutatni, hogy ma kik élnek itt Dunaújvárosba. Ezért várjuk a civil szervezetek jelentkezését, olyan jelképekkel, olyan ruhákkal, vagy esetleg csak simán, csinosan kiöltözve, akik valamilyen módon értéket képviselnek itt a városban. Itt a városban pedig nagyon sokan képviselnek értéket. A szervezők is kérik, mutassák meg magukat, mutassuk meg magunkat, milyen ez a Dunajváros ma. A KMI-ben továbbra is várják az érdeklődőket, a jelentkezőket, várják a programjavaslatokat, és ne feledjék. Második Sugárúti Fesztivál,
május 27. A napi egyenlőség ünnepe apropóján színes program kínálattal fűszerezett családi napot szervezett a Dunadok Center Alapítvány. A kézműves, mesés, kutyás foglalkozásokkal színesített program sornak az MMK biztosított helyszínt, a nap pedig egy közös tűzgyújtással és tűztánccal zárult. Kiváló hangulatú családi eseményt szervezett a Dunadok Center Alapítvány a Munkásművelődési Központban. Az eseményt a Napi Egyenlőség ünnepe apropóján hirdették meg, s a rendezvény egyike volt az alapítvány 2023-as esztendőben beharangozott programjainak. Mint arról Cibre Cecília elnök beszámolt, ők elsősorban mesés és kutyás foglalkozásokkal készültek a gyerekeknek, akik tevékenyen és jó hangulatban vettek részt a programon. Ugye a tavaszi Napi Egyenlőséget próbáljuk így ünnepelni, egy kicsit előzni. A telet már farsangoltunk egyet, és ez a következő ünnep pedig próbáljuk a néphagyományokat egy kicsit feleleveníteni, és a városi gyerekekkel ismét megismertetni, mert mostanában ezeknek nem volt ekkora keletje. És nagyon sok, szerencsére nagyon-nagyon sok gyerekes család van, akik eljönnek ilyen programokra, és azt szeretnénk, hogyha egy kicsit ismernék a gyerekek ezeket az ünnepeket is. Az esemény különleges vendégei az alapítvány által hozott kutyusok voltak, akikkel és akik segítségével a gyerekek egy nem mindennapi délutánon vehettek részt. Az állatok közelsége mindenkit hozzásegített a közös szórakozáshoz. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a fogadtatás, mindenki aktív volt, aktívan részt vett, ami szerintem egy fantasztikus dolog, hogy ennyien együtt dolgoztak, úgyhogy ők teljesen ismeretlen gyerekek voltak, így egymásnak, vagy hát páran ismerték egymást. A feladatok között volt kutyamosás, volt virágmaggyűjtés, volt a kutyáknak a simogatása, tehát minden olyan, amivel egy kicsit el tudjuk űzni a telet, és megünnepeljük a tavaszt és a virágok nyílását. A rendezvénynek a Munkásművelődési Központ biztosított helyszínt. Kovács Rózsa ügyvezető igazgató és csapata kézműves foglalkozást biztosított a fiataloknak, akik boldogan készítették el a saját tavasz tündéreiket, szigorúan a tavaszvárás jegyében. Az igazgató szerint látszik, hogy szükség van az ehhez hasonló elfoglaltságokra. Örömmel fogadtuk be a Dunadog Centernek és az önkormányzatnak a rendezvényt a körzetnek. Mi az MMK részéről a helyszínt biztosítjuk, a tűztáncot, valamint itt a mögöttem látható kézműves foglalkozásokat, mi tavasztündéreket csinálunk, mi borzasztóan várjuk a jó időt, és a kézműves részét, és utána ugye, hogy jönnek a csoportok, cserélődnek, bent megy a kutyás műsor, itt kézműves foglalkozunk, és nem sokára érkezik a Dunaújvárosi Vasastánc Együttes, és egy tűztánccal indítunk, vagy zárjuk pontosabban a rendezvényt, mert itt lesz mindenféle. Az ünnep apropóján szervezett elfoglaltságon Bart Endre humánügyekért felelős alpolgármester is részt vett. Elmondta, nagy örömmel fogadta a Dunadok Center alapítvány megkeresését és ötletét. A 2023-as idény programjaival kapcsolatban itt több szempontból is pozitív volt számára a program sikere. Én nagyon örültem, amikor a Dunadok Centeresek megkerestek azzal, hogy egy rendezvénysorozattal készülnének a városlakók számára erre az évre, főleg akkor, amikor ezt a rendezvénysorozatot nagyjából az ünnepi évkör köré tudtuk együtt felhúzni, hiszen azért a 21. században vagyunk, bár megéljük ezeket az ünnepeket, de fogalmunk sincs már arról, hogy régebben milyen tartalommal bírtak. Így ugye korábban egy farsang, vagy éppen egy a húsvéthez közeledve a napi egyenlőség, de ugye a húsvéti programon is beszélünk majd a Dunadok Centerrel, és azért örülök neki, hiszen nem csak megüljük ezeket az ünnepeket, hanem egy kicsit így együtt vagyunk, közösségként éljük meg, belecsempészük azokat az elemeket, amik ünnepé varázsolták régen az ünnepet. A hétvégi mulatság végül tűzgyújtással és tűztánccal zárult. A fiatalok s idősebbek közösen daloltak, táncoltak, elűzve ezzel végleg a telet, s csalogatva a várva várt tavaszt. Így festünk, mi címmel nyílt festmény kiállítása a Munkásművelődési Központban. A bemutató részeként Takácsné Varga Klára és Gógné dr. Garbac Katalin festők alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. Ismét egy színvonalas rendezvény helyszíne volt a Munkásművelődési Központ. Így festünk, mi címmel nyílt meg egy új festmény kiállítás az intézményben. A bemutató részeként Takácsné Varga Klára és Gógné dr. Garbac Katalin festők alkotásait tekinthették meg a látogatók. A tárlatot Dáma Nógrádi Katalin nyitotta meg, s az esemény fényét ifjabb Pálfalvi János közreműködése emelte. A rendezvény alkalmával lehetőségünk volt beszélgetni a kiállító művészekkel. Gógné dr. Garbac Katalin azt mondta, nyugdíjas koráig gyermekorvosként dolgozott, ám mindig is érdekelte a festészet. Nyugdíj után volt is ideje az alkotással foglalkozni, amelyet a mai napig nagyon
szeret? Hobbiként festek, amióta nyugdíjas vagyok, bár nagyon szerettem gyerekkoromban is festeni, mindig is volt bennem egy ilyen, hogy művészeteket szerettem, kiállításokra jártam, gyerekként sokat festettem, édesapámtól sokat tanultam, mert ő is festett fiatalkorában, úgyhogy aztán, amikor aktív voltam, akkor gyerekorvos voltam, nem értem rá festeni, el voltam foglalva a munkámmal, és nyugdíjasként újra kezdtem. Az alkotó a festészetben egy olyan hobbit talált, amelyet szívvel tud majd ajánlani minden nyugdíjas társának. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy mindenki találjon magának egy olyan elfoglaltságot, amely leköti, s amelyet az aktív évek után is boldogan tud űzni. Azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy minden nyugdíjasnak igazából érdemes valami hobbit keresni, ami boldoggá teszi a napjait, ami igazából, amiben örömét leli, és talán ez a legfontosabb üzenet ennek a mai kiállításnak is, hogy érdemes hozzáfogni, és mindenkiben van valami, hogyha el tudja engedni magát, akkor megtalálja az örömét benne. Takácsné Varga Klára is már nyugdíjasként fogott először komolyabban ecsetet. Az alkotó Dáma Nógrádi Katalin egy kurzusára jelentkezett, és azóta is rendszeres résztvevője az általa szervezett heti kurzusoknak, táboroknak. Nem sokkal a nyugdíj előtt kezdtem el festeni. Ez egy tiszta véletlen. Voltam egy kiállításon, és ott a kiállító festők bemutatkoztak. Nekem nagyon tetszett a kiállítás, nagyon tetszettek a képek, és minden festőről kiderült, hogy tulajdonképpen amatőrök volt. Én úgy gondoltam, hogy ezek profi munkák. És akkor megkerestem a csoportnak a vezetőjét, és megkérdeztem, hogy mi a véleménye, lehet-e csatlakozni. Nógrádi Kati volt a csoportnak a vezetője, és nagyon örömmel vette a csatlakozási szándékomat, még annak ellenére is, hogy nem festettem én az iskoláskorom óta egyáltalán. És hogy mi alapján készülnek a képek? Takácsné Varga Klára szerint gyakorlatilag bármi lehet inspiráció, akár egy adott hangulat, érzés, vagy adott esetben egy már elkészült kép alapján születő alkotás. Hogy mit festünk, az tulajdonképpen attól függ, hogy milyen hangulatunk van. Most van olyan, hogy már egy megfestett kép az inspiráció, és az alapján készül egy teljesen más kép. Volt olyan, hogy festettünk egy portrét, az is egy festő által megfestett portré volt, és az volt a mintakép. Mindenkinek nagyon tetszett, úgyhogy valami 10 kép született ebből az egy témából, és utána rendeztünk egy ilyen kis házi kiállítást, és egymás mellé raktuk az összes elkészült képet, mind teljesen más volt, és ez annyira lenyűgöző, és olyan öröm volt látni, hogy mennyire mindegyik nagyon aranyos, mindegyik nagyon szép, és mindegyik nagyon más. A következő időszakban tehát az Így festünk mi névre keresztelt kiállítás részeként Gógné dr. Garbac Katalin és Takácsné Varga Klára festményei díszítik a Munkásművelődési Központ auláját. Tisztújító közgyűlés tartott a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség. Az esemény részeként megválasztották az elnökség tagjait, elfogadták a 7 bizottság 4 éves beszámolóit, illetve megfogalmazták a következő ciklus legfontosabb feladatait. Továbbra is Kalácska András maradt a DLS elnöke, illetve Petrás Gábor főtitkárként folytatja a munkáját a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetségben. Tisztújító közgyűlés tartott a szövetség, amely részeként elfogadták a bizottságok elmúlt 4 éves munkáját összegző beszámolókat. Felidézték a legfontosabb sikereket és eseményeket, illetve ezzel együtt már egy kész tervezettel vágnak neki a következő időszaknak. A közgyűlésre stábunk is meghívást kapott. Petrás Gábor összegezte a rendezvény célját, ismertette a diskurzus legfontosabb döntéseit, terveit. Kezdjük a legfontosabbal. Milyen 4 éves ciklus zárt a DLS?
Én úgy gondolom, hogy nagyon jó 4 évünk volt, és főleg úgy, hogy volt a pandémia, ami ugye keresztbe húzta nagyon sok sportegyesületnek, vagy bajnokságnak a menetét. Ez hál' Istennek a Dunás Labdarúgó Szövetségben ez nem így volt, hiszen mi tudtuk folytatni a munkánkat, és tudtuk az amatőr sportolóinkat megversenyeztetni. Én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb eredményünk, hogy egy olyan versenyrendszerben vagyunk, ami megengedte a sporttörvény által, hogy mi tudjuk folytatni a bajnokságot. Ez volt az egyik legnagyobb. Nyilván voltak nagyon nagy dolgok, amikor a suli focit elindítottuk, illetve az ovi focinak a folytatása, vagy a centrumkupának a lezárása. Ezek nagyszerű dolgok voltak, mert ez ugye hiányoztak a palettánkból. Az új elnökségbe csak olyan tagok kerülhettek be, illetve azokat a tagokat választják újra, akik mind erkölcsi, mind pedig sportszakmai alapon képesek betölteni a pozíciójukat. Decemberben az elnökség ülésünkön ugye jelölőbizottságot állítottunk föl, és a jelölőbizottság egy etikai indexet, mondhatnám, egy etikai szabályt rakott le, hogy ki érkezhet be a Dunás Labdarúgó Szövetség elnökségébe, vagy a felügyelő bizottságába. Ugye ez egy nagyon komoly ajánlás kell hozzá, mind sportszakmailag, mind erkölcsileg megfelelő emberek érkezhetnek be ebbe a szervezetbe. Pont azért, hogy a Dunási Labdarúgó Szövetség múltját, a hagyományait meg tudjuk őrizni, és a céljainkat, a rövid és a hosszú távú céljainkat meg tudjuk valósítani. Ezért fontos, hogy csak olyan szakember érkezzen be az elnökségbe, amit a csapatvezetők is elfogadnak. A főtitkár szerint a következő 4 éves ciklus legfontosabb célkitűzései továbbra sem változnak. Megtartani és támogatni az általuk eddigi szervezett sporteseményeket, megőrizni a hagyományokat. Emellett pedig fejleszteni a DLS arénát, ahol egy új pálya, mobilöltöző és egy vizes blokk kialakítását tervezik. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladat meghagyni a hagyományainkat, ezeket őrizni, ápolni, nyilván új célokat meghatározni, de a legfontosabb, hogy egy olyan sportlétesítményt létrehozni lenne a DLS arénába, aminek a munkássága már elkezdődött, hiszen az MLS-szel egy tárgyalást folytattunk le, hogy mindenképpen szeretnénk oda egy pályát építeni, önkormányzat engedélyével természetesen, illetve oda egy öltözőt, egy mobil öltözőt és egy vizes blokkot szeretnénk letelepíteni, hogy az amatőr sportolók, és nem csak a mi focistáink, hanem bárki, aki oda lemegy, az normális körülmények között tudjon sportolni. Ez a legfontosabb célkitűzésünk ebbe a következő 4 évben. A DLS közgyűlésén elhangzottak alapján továbbra is fontos a hagyományok megőrzése, a szövetség által patronált sportesemények, például az ovi foci folytatása, és a folyamatos társadalmi felelősségvállalás, pontosan úgy, ahogy eddig is tették. Rengeteg helyzetet kihagyott, így hiába őrizte meg hosszú veretlenségét, bosszantó pontvesztéssel kezdte az alsóházi csatározásokat a Dunajváros futsal csapata. A Tolna Mözs otthonában vágott neki az alsóházi küzdelmeknek Dunajváros futsal csapata hétfőn este az MB2 nyugati csoportjában. Tóth Árpád együttese nem is kezdett rosszul, ráadásul az első játékrészt 2 gól előnnyel zárták, a második félidőben azonban felzárkóztak a tolnaiak, és végig maradt a szoros állás. Végül 6-6-tal zárult a találkozó. Tóth Árpád vezetőedző érthetően nem is volt elégedett a meccs után, aki a következőkkel kommentálta a Tolna elleni mérkőzést. Sajnos ezen az estén magunkat múltuk alul, sokkal több kell a folytatásban, mert ezúttal az volt az egyetlen pozitívum, hogy nem kaptunk ki. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.